Sziasztok, Nok Viktor vagyok, olimpiai bajnok, rövidpályás korcsolyázó. Jelenleg a junior csapat mellett vagyok csapatmenedzser, és azért vagyok itt, hogy megmutassam nektek, hogy milyen védőfelszereléseket használunk a gyorskorcsába, mitől tudunk biztonsággal versenyezni. Az alapvető szabály az az, hogy bukkol egyik legfontosabb védőfelszerelés. Igazából túl sok különlegesség nincs rajta, jelenleg nem lehet rajta semmilyen szponzori jelzés, lehet egyébként egyedi tervezés is akkor versenyezni. Egy-két versenyzőnknek van is, Petrának van, azt hiszem egyedi sisakja, illetve Talabos Attilának, ha jól emlékszem, de aránylag kevés embernek. Kötelező felszerelés, erről igazából annyit tudok mondani. Ami ezen kívül egy fontos szabály, hogy nyaktól lefelé nem lehet kijönni az embernek a bőre. Ez azt jelenti, hogy a nyaknál egy nyakvédővel kezdünk, ami vágásbiztos anyagból készül, tépőzárra lehet feltenni a nyakra. Annyi a lényeg, hogyha valakit nyakon szúrnának, vagy a nyakát vágnák, akkor ennek az anyagnak kell megfogni a pengét. A másik ilyen védőfelszerelés még, ami külön használandó, az a kesztyű. Annak is vágásbiztos anyagból kell készülnie, és kötelező, hogy fehér legyen. Ez egy nem használatos kesztyű jelenleg, de a bal kesztyűknek a végén szoktátok látni ezeket a színes újvégeket, mi úgy hívjuk. Az azért van, amikor a versenyző leteszi a kezét a kanyarba, akkor az jobban csúszik, illetve nem kopik el tőle a kesztyű, igazából ennyi a lényege. És a legfontosabb felszerelésünk, ugye a leglátványosabb is, az a futóruha, amiről azt kell tudni, hogy rengeteg szabály van, hogy milyen futóruhát lehet használni egy hivatalos isú versenyen, kezdve a dizájntól, a logóktól, a szponzori megjelenéseken keresztül, a biztonsági paraméterektől. A hivatalos isú szabály szerint minden artériánál és vénánál vágásbiztos anyagnak kell lennie. A magyar futóruha ennél tovább megy, és igazából az egész futóruha vágásbiztos. Tehát látjátok, hogy van a külső anyaga, ami igazából csak egy nyúlós anyag, csak a színe az, ami fontos, és belül látjátok ezt a fehér anyagot, ami külön egy vágásbiztos anyag. Ez biztosítja azt, hogy az emberre belerúgnak, vagy egy esésnél penge éri az ember testét, akkor azért felfogja a vágást. Nyilván a vágásbiztonságnak megvannak a szintjei, hogy milyen szintű ruhák vannak, ugye mondjuk egy vívóruha nyilván sokkal biztonságosabb, mint egy koris futóruha. Fontos az, hogy tudjanak benne mozogni azért a versenyzők, de azért elég sokat tud védeni. Megvan, hogy felső testen, illetve ugye alsó testen angol nyersfordításban hány darab logó szerepelhet, szponzori logó, hány darab gyártói logó szerepelhet rajta. Ennek a magyar futóruha nyilván eleget tesz, láthatjátok rajta a Seat szponzori jelzéseket, a Lining gyártói címkéket, illetve ezen kívül, ami van még, az a Hunskate logó, illetve a magyar címer, ami még egy fontos része. Egy kötelező elem még a futóruhába a térdvédő, ami kötelezően kell, hogy legyen benne. Lehet külön térdőt húzni, de azt már manapság senki nem csinálja. Illetve a lábán a HUN felirat, tehát a három betűs rövidítés. Kell, hogy látszódjon a célfotóknál, amikor a versenyzők beérnek és nézik, hogy ki nyerte meg egy vagy két ezreddel a futamot, akkor fontos, hogy lássák, hogy melyik láb kihez tartozik. Illetve ami még másik hasonló kötelező elem, az a hátán a hungari felirat, aminek kötelezően rajta kell lennie. És ami a dizájnt illeti, az pedig annyi, hogy minden futóruhának a felső testen elől és hátul is egyértelműen látszatnia kell, hogy milyen országhoz tartozik a versenyző, tehát meg kell jelenjenek benne a magyar színek vagy erre utaló motivumok. Remélem élveztétek ezt a kis gyors tartó előadást, és szurkoljatok a magyar csapatnak!